A Yaris is japán első számú motorolaját, a Zeneost használja. Ez itt a Gonosz Swift második évada. A fordított kormányt megtartottuk, de vittünk bele egy kis extrát is. Így van, ezt az autót már ketten fogják vezetni, automataváltós, és a pedálokat áttettük az utas oldalra, viszont a két pedált is felcseréltük. Ismét előre vettük fel az egész évadot, tehát a vendégek nem tudják, hogy mire számíthatnak. Iratkozzatok fel, nyomjatok csengőt, lájkot, és kezdünk is! A Gonosz Swift második évadának első vendégei, Mancs és Hetyő. Engem mindig a ti kapcsolati dinamikátok érdekelt igazán, hogy ti most inkább ilyen Jedi és Padawan vagytok, vagy inkább ilyen Starsky és Hutch? Mikor hogy? Attól függ, ki a fiú. Mi köt össze titeket? Jó rész lesz. Mi köt össze? Na jó, ez egy nagyon jó kérdés, és ezt még senki nem tette fel. Egyfajta kényszer, vagy pedig inkább valami? Nem, ez régi a kapcsolat, igen, abszolút. Hogy mi visz előre, az talán én azt gondolom, hogy mindig valami újat, valami olyan dolgot csinálni, ami nincs, amin röhögtök, ami szórakoztat. A kitűnőbbnek kitűnőbb ötletek. Igen. És azon a megvalósítási vágya tulajdonképpen. Melyik irányból jönnek főleg az ötletek? Hát ez vegyes, de vegyes, talán a Zsoltinak több hülye ötlete volt, mint nekem. Vagy az enyémek olyan hülyeségek, hogy inkább bele se kezdjünk. És mekkora láb a tartalomgyártás? Ez nekem mindig azért egy ilyen nagyon fontos kérdés, mert ugye az embernek van egy hobbija, az autózás, legyen az bármi. És onnantól kezdve, hogy elkezd róla tartalmat gyártani, onnantól szignifikánsan kevesebbet foglalkozik a hobbiával, amit szeret csinálni, pusztán azért, hogy tartalom készüljön. Hát nálunk ez maga a hobbi. Igen, tehát... Igen. Mindig jönnek valami olyan ötletek, ami azért érdemesen lesz szerintem néha ezt a Facebook beszélgetéseink, vagy Messenger beszélgetéseinket kitennünk, mert szerintem az elég vicces tud lenni. Mi is gondoltunk erre, de minket kanceleznének egy élet. Hát ez sem, igen, főleg a csoportot. Az semmiképp, de van, amikor megszáll az ihlet engem, vagy a Mancsot, mondjuk este 11 órakor, vagy hajnal 1-kor küld egyikünk a másiknak egy oda néz, mit találtam, ebből lehetne csinálni azt, amaszt, vagy még amaszt. És akkor ebből jön egy ilyen tamaha, ebből jön egy betonvas felni, ebből jön egy bár akármi. De a pick-up nem lesz sajnos, már Zsolti leszavazta. Spoiler alert. Tök görény, nem? Egy aró pick-up. Menj már! Nekem nagyon nem tetszett. Nem tudok olyan kontextust elképzelni, hogy egy aró vonzóvá válik, bár meg lehet száfolni. Hát tényleg, nem gondoltam volna, hogy egy Tavria vonzóvá tud válni. Nem is mondtam, hogy vonzó. Jó, de a Tavria... Jó, hát nem mindenkinek van jó ízlése. Maradjunk ennyibe. A Tamaha az. De akkor máshogy kérdezem kicsit. Tehát lesz olyan, hogy ti álltátok teljes értékű médiagyártásra, vagy pedig ez megmarad ennek a mellékprojektnek, a te, mondjuk az polgári munkád mellett, ami szintén nem próbálkoztunk polgári. Ezzel, de hát lehet, hogy majd egyszer sok év múlva, de jelenleg nem tudja kitartani, hogyha őszinték akarunk. Ezen a szinten nekünk ez nem menne, mert véleményem szerint pont elveszteni azt a varázsát, hogy mi ezt gyakorlatilag ketten csináljuk, sok segítővel, de igen, gyakorlatilag... nyilván van rengeteg support, de szerintem nem gondolnám, hogy mi ezt teljes értékben és teljes állásban csinálnánk. És akkor ott van még a drift, mint sport. Hogy marad erre idő, lehetőség, tudom, ha neked ott van az irgalmatlanul erős MX-5, a legendás, Szilvia, Eskaszni, akármilyen formában. Kérdezd meg, hogy melyik autójáró képes most. Na erre gondolok, hogy a munka, üzé, a tartalomgyártás mellett, akkor most akkor nem lenne ha nem lenne trehány, az övé bármikor mehetne, mert vizsga van, minden van. De van BMW. Igen, mindig van valami pótlék, most ugye ezekkel a 46-okkal nyúltunk bele, ő most szerintem azért szerelem nekünk egy picit, nem? Hát meg most azért rohadt sok kilométer is került belük. Igen. Meglehetősen váratlan döntés az E46 Cabrio mind drift autó. Benne hagytátok a felugró bukócsövet? Jó, pont nem. Most vágtam tegnap a részt, nem. Majd lesz. Nem hagytuk benne, mert ugye azért... Tudtam, már nem csak borulásra nyit, hanem ilyen extrém karosszéria mozgásra is. A Billy Bercinek van egy kabriója, és azt mondja, múltkor belement egy kátyúba, és úgy beszart, amikor kiugrott az a moslék, nem is tudom, nem, na mindegy. Borulásgárt. Patron nyitja, nem pirotechnika nyitja, vagy nem? Nem pirotechnika, elektromos, de nem pirotechnika. És akkor fogod, így be kell nyomni a pöcköt, és akkor
le kell nyomni, és akkor működik. Tök jó. Amúgy baró, pedig gondolkodtunk rá, hogy valami... Ki lehet találni valami geget, hogy valamit... Elkezdtük csinálni, elkezdtük. De sajnos nincs benne elég erő. Igen, nem olyan jelet ad, amire mi gondoltunk, és nincsen oszcilloszkópom, hogy kimérjem, hogy oda milyen jelet kell adni. Pedig... Tudok egy jó OBD olvasót, lehet, hogy ez... Igen? Na, a lényeg... Reggel indult az akció egyébként. A legfontosabb kérdés. Volt-e közöttök öreg Swifthez bármilyen formában? Akár mint szétrugós játszós autó, akár mint napi használatos autó. Szerintem nincs olyan magyar ember, akinek nem, de ezt muszáj megkérdezni. Az előbb jeleztem itt az Olivérnek, hogy nekem van egy, ami csapató. Hát ezek legendásak, ugye, amikor újak voltak, akkor is nagyon szerették az emberek, mert ezek tényleg ilyen igénytelen, szétrughatatlan moslékos vödrök. Cserébe annyi élményt adnak, mint a mellékelt ábra mutatja, hogy természetesen volt közöm, és van nekem is egy Swiftem. Nagyszerű. De ilyen biztos nincs. Vancs? Ilyen biztos. Tudom, hogy neked a szerencsétlen japán lélekvesztők közel állnak hozzád. Igen, de a Swift kimaradt sajnos. De egyébként gondolkoztam nem régiben, hogy lehet, hogy kéne, de szerintem neki van egy csodálatos Sierrája. Én a más jellegű szarokra bukok. A lényeg, hogy hátulhajt. Na de, láttátok a pályát? És most kérdezném, hogy mit vártok, de hát ugye ti vagytok az első vendégek, tehát a top 3-ban benne lesztek. Egy darabig. Hogy sejtetek valamit, van valamilyen prekoncepció, akármi? Just for fun, hát... Nézzük meg, én azt mondom. Aha, ökörködjünk egyet. Ki vezet? Ki igen, mi a koncepció? Hát nem tudom. Vigyelj, vezessél te először. Annyira tudtam, hogy ezt mondod. Mind a ketten vezetni. Megijesztelek jó, jobbról. Igen, ezt majd itt kitaláltunk igazából egy taktikát, mert ugye... Most itt egy-egy csapat, igen, természetesen, pit stop, stb. Ugye most itt egy-egy csapat egy embernek számít. Így van. Tehát három körünk van, és akkor mi kitaláltuk azt, hogy megyek egyet én, megy egyet a Mancs, és a jobbik verzió, az megy még egy kört. Érdekes taktika. Hát vannak most buktatói, lássuk meg. Nem baj, hát gyerekek, ez a lényeg, nem? Ez egész műsor egy buktató, úgyhogy kérlek, üljetek be a járműn. Jaj, nagyon jó. Akkor fáradjak. Jó, rendben van. Ülésnél lehet állítani, vagy kiesek te alul, annyira szét van rohadva? Nem, szerintem... Ne röhögjé, genyó! Jaj, na! Uff, sok hely nincs. Aha. Hoppá! Mondanám, hogy remekül csak sok helyen maradt. Lerúgták az alkat. Megy a vejszak program. Figyelj, én csinálom ezt itt. Ez nagyon fontos az aerodinamika szempontjából, mert az itt megpördülő légáramlat megcsapja a pajeszát. Egy jó kaszkadőr mindig beköti magát. Figyelj, itt több példá van, csak szólok. Itt viszont kevesebb, úgyhogy jól vagytok. De minél több? A féket érdemes megtisztálni, szóval van. Ez a fékünk? Van, de csak jelzés így van. Szóval óvatosan a fékkel. És ő micsoda? A fék az... Az a fék! És nem? Ez? Mondjuk van, úgy, nem hogy... Van, ja, fordított, a fék tájékoztató jellegű. Igen. Mondjuk úgy, nem hogy padlóra lassít. Bazd meg a baloldalig lábad a gáz! Mit nem értesz ezzel? Ez? Az, igen! Kőkemény fék érzete van, csak szó. És annak még keményebb, nem? Azért, mert harap a kocsi. Igen. Kemény a fedel. Szerintem... Ugye, én egyszer vezettem formaautót, erővezérelt úgy hívják. Jó. Nincs pedálút, nincs gázpedál, ez azért valószínűleg... Minek a két fék? Sejtheted? Rohadjatok meg! Igen, rátok van bízva a dolog. Igen, vakon repülünk. Erre gondoltam. Addig leállítom, jó? Nem, az volt, hogy te nyomtad azt a pedált, hogyha megpróbálod úgy, hogy nem nyomod a pedált, lehet, hogy jobb lesz. Igen? Hát próbáld meg, szerintem. Még nincs sebességben. Ez a mai első indítása a kocsinak. Ez tegnap volt a nemje. Pöckölgetősbe megyünk. Én mondtam, hogy a baloldali a gázpedál. Ja, nekem kell. Nagyon figyelj oda, én csak kormányozok. Jó. Dani? Persze, hogy fordított kormányok. Vezényelsz, vagy én csak nyomjam, te majd kikezeled a dolgokat? Hát azért figyelj oda, mert jó. Nem lesz olyan gyors a kormányzás. Úgy érzed? Én is. És ezt nagyon szar, bazd meg, fejbe átkapcsolni. Hogyne. 3, 2, 1, rajt! Ez az. Jaj, neked jó. Mehetsz. Igen. Tartom finoman, ja? Jó. Majd kell raknom egy rükit. Mehetsz. Köteleződ oda. Mehetsz.
Figyelj, fordít, azaz. Mehet. Jó, majd itt közel menj hozzá. Most történnek a katasztrófák. Állj meg! Nagyon magát! Lassan! Jó. Van egy gumi alattunk, köszönni. Szólj a fékezzek. Mehetsz. De megvan a flakon! Most hajtja végre a Manna ABC feladatot. Jó, és tedd le. Igen. Álljon meg, válts. Mehetünk? Mehetsz. Kurva, anyját ennek a kurva. Mehetünk? Aha. Mehetsz. Tartom így. Jó? Mehet? Enter. Mehetsz! Menj már! Bazd meg! Fék! Ez a Max fék, csak szó! Ide kellett jönnöm? Igen, menjünk vissza. Ja. Menjünk. Szerintem teljesen hibátlan volt. Hát csak kimentünk a pályáról. Nem számít. Ja. Rohadjatok meg mindannyian, köcsögök! Igen. Meg a hülye ötletgazda barul is, bazd meg! Csak szólok. Igen, nekem közben volt egyszer. Milyen para, geci? Ez egy megtisztelő. Tudod, mi volt a para? Hogy ez a barom, amikor meg kellett volna állni, teligáz, és így, édes Istenem, meghalunk, gyerekek. Azt látom, hogy egy kis küszöböt eltüntetett. Az volt. Igen. Bumi. Hát átmentünk a gumi. Volt egy kis offroad, de ez miért történt? Valaki... Felelősséget akarok. Valaki fordítva nyomta a pedálokat. De hamar rájött, viszonylag hamar. Fölakadt a gáz. Ezt majd azért mérjétek, ami mennyi az a viszonylag hamar, nem volt annyira hamar. Reakcióidő, ilyen Forma 1-es szintű reakcióidő volt? Persze. Nagyszerű. Na, de látom, hogy remektek, ami azért tök jó, mert ti hozzá vagytok szokva olyan mindenféle viszonylag gyors és érdekes autókhoz, de akkor ez még az, ki hozza a remegést az emberből. Nekem, te megmondom őszintén, hogy én akkor megijedtem, amikor az a hülye majdnem átment mindenem. Az úgy para volt, esküszöm neked. Mondom egyébként, az időtöket. Igen, akarjuk tudni? Hát, igen, jó, ha még hozzáfűznél igen. Valamit az egyébként jó. Után, akkor... Nem, mert akkor gondoltam, hogy csináljunk egy fordítottat, és majd te megmondod, hogy a második körre kivezet. Egyébként most már értem, hogy miért mondják azt, hogy nem jó a taktikánk. Mert már te elkezdtél hozzászokni a kormányhoz. Egyébként elmondom neked, hogyha egy picit tényleg erre rá koncentrálsz és odafigyelsz, akkor azt mondom neked, hogy a visszaút az már nagyon jó volt, ugye? Az ott már nem volt annyira, hát az eleje az olyan fura volt, még itt a megfordulás után, mondom a kaput, hogy kerüljük és az meg nem arra, másik fele. Nézd, 1.22.15, ami ez egy a büntivel együtt? Nagyon erős kezdés, nem? Erre még rájön 5 másodperc okay. A taposás miatt mondjuk azt, hogy történhetett. Igen, tehát ez egy 1.27.15-ös idő, uh-huh. Ami kezdésnek roppant erős. Én azt gondolom. Tekintve, hogy a pálya... Senki nem ment más. Pálya, hát egyébként senki nem ment nem, még jobban. A saját, nálunk, tehát az általunk lepróbált időkhöz uh-huh. Viszonyítunk, ami szerintem egy erős kezdés. Próbáljátok meg fordítva a show kedvéért. Igen, csak a kíváncsiságból így van, amúgy valószínűleg az lesz az a nyerő taktika a másoknak, mondom, akik majd jönnek, hogy de egy embernek nem fogják tudni. Nem fogják tudni, mert nem látják. Figyelj, én azt gondolom egyébként, hogy ez nagyon fejbe dől el, ha valaki tényleg arra tud koncentrálni, hogy igazából a kormányra kell odafigyelni. A pedálokat arra is nem, kell figyelni. Nyilván, de nem kell olyan durván reagálni a dolgokra, és olyan gyorsan reagálni a dolgokra, szerintem, mint a kormánnyal. Nekem ez a véleményem. Egy láb, két láb? Két lábbal mentél. Ez egy érdekes lábban. Taktikai kérdés. Hát ezt nagyon össze lehet keverni. Tehát ez meg nagyon nomikálnám a féket, tehát az tényleg nem jó, hogy egy láb, amíg átérsz az egyik, nem tudom. Hát persze, nyilván majd. A tizedek ott maradnak. Figyelj, tekintve egyébként Nagy Norbi 48-as idejét ugyanezen a nyomvonalon, úgyhogy nem kell, és nem kellett neki ugye a pohárra elvégezni. Figyelni, meg nem ment ki a pályáról. Egyébként arra, szerint, ez egy csapatmunka volt. Abszolút. Szerintem ez egy ilyen közepes idő lesz amúgy. Egyébként igen, szerintem is. Nem tudom elképzelni sem, hogy milyen időink lesznek, de tegyetek hozzá a táblázathoz, hogy üljetek be az általatok kitalált felállásba, és csapassuk. Valahogy fordított? Vagy mit csináljunk? Ezt hegyezzük ki? Mondjad, hogy nyerni? Már megígértétek a kamerának, úgyhogy most már nem visszakozunk. Jó, akkor meg már nem is kérdés, bazd meg. Na. Ha látod, hogy nagyon rossz fele megyek, akkor fékez. Jó, hát én is azt csináltam az elején. Na? Nem hagyjuk. Hogyne. 3, 2, 1, rajt! Fordítva. Teker. Sokat is teker.
figyelj oda. Azt mondanám, hogy Mancs most először vezet fordított kormányos autót. Ez az nagyon jó. Figyelj, fordítva! Te is nyomod a gáz! Óvatosan álljunk meg. Óvatosan. Óvatosan. Várjál, rüki. Jó, pek. Keci. Tekerd alá, tekerd alá. Finoman indulj el. Most jön a Manna ABC feladat. Jó vagy, finoman. Fék. Vissza. Jó, és majd előre fele. Tedd be. Jó, fék. Oké. Okay. Indulj el finoman. Jó. Tegyed. És óvatosan, de próbál figyelni. Oké, okay. Mehetsz? Jó? Tekerd. Jó, csinálom. Figyelj. Ugye, hogy nem olyan dráma? Hát, szóval csak erre figyelek. Nem kell kézni. Nem akarsz. Nem. Figyelsz? Jó. Megkerül? Igen. Jó, mehetsz. Nem itt megyünk át, baszkod! Jó, fék, nem tudom, merre megyünk. Mehetsz. Wrong hole! Jó, és ne felejtsen meg el. Wrong hole, bacd meg! Otthon is ezt csinálod? Nem. De csacsi. Megrohadhatnának amúgy, nem? Amúgy igen. Itt most akkor egy kicsit hízelgés jön, mert hogy elsőre fordított kormánnyal ilyet menni, az azért az... Oké, okay, hogy tudtad, hogy miről van igen, szó, igen. De ez szép volt. Én is először mentem el fordított kormánnyal, de ez jobb idő volt. És várjál már, az előbb, amiért megszóltál a végén. Hülye vagy? A legszarabb? Amikor hirtelen meg akarsz elmenni. Várjál, Oliver, te kivel autóztál párba? Danival. És beszoptátok a végét? Nem, így nem. Aha. De hogy mind a ketten beszopjuk be? Mert az ott hirtelen igen. Meg akarsz állni. És tudod mi a vicc? Én tudom, hogy... mivel én a kormánnyal, hogy parkolás után rossz irányba kezdtem. Pedig aha, amikor én vezettem fullba, akkor sose rontottam el. Figyelj, de ha csak kormányoztam, akkor meg felborítottam. Tudod mi a vicc? Hogy nem az volt a baj, hogy a fékre nem figyeltem, hanem olyan, mintha a kuplungot nyomtam igen. volna ki. Igen. Ó, hogy rohadjon meg érzés. Az, aki kitalálta, az is. Igen? És volt itt a végén egy rossz lyukba ment felkiáltás. Pedig mennyire jó lehetett volna. Ez a rosszuk is lehet jó, de most nem lett az. Hetyő a jó célba ment be, te a rajtba mentél be. És azért voltam nagyon szomorú, mert amikor itt fordult el, 1:14-et mutatott az óra. Tehát ez egy vastagon 1:20 alatti idő akkor lett volna, ha a célba mész be. Marad. Na, marad. Jó, marad, ennyi. Mondhatom? 1:28:40, egy hibával. Vagyis 1:33. Akkor az effektív így rosszabb. Plusz a pályát évig. Figyelj, akkor nagyjából... 1:15 benne van. Bennetek van az 1:15 vastagon. Na mi legyen? Menjünk akkor, így. Menjünk még egy? Kurvára nem szeretném egyébként hozzáteszem, de menjünk még egyet. Jó, mindegy, tudjuk, mind a ketten tudjuk a hibáinkat. Igen. Akkor tudod, hogy hol van a cél? Itt? Nem, vissza. De egyébként sokkal menőbb volt az én megfordulásom, az azért lett gyorsabb. Lehet. Jó. Meg mert jó irányba tekerted a kormányt. Igen. Na, nos. Mi legyen akkor ez a felállás, az utolsó? Marad igen. Ez a csapattaktika? Jó, legyen ez, hát. 3, 2, 1, rajt! Figyelj rá! Ne ilyen szűkken! Végén ne felejtsd, hogy melyik finket nyomod. Mehetünk, csak lassan. Jó, tök jók vagyunk. Oké. Okay. Tekerd. A makon, maxon vagyunk. Jó, vissza. Jön! Ja, lassan indulj el. Jó. Tekerd. Itt majd egyszer csak beszapol. Ott is kumi. Jaj. Jó, egyenleteset tarts is, az úgy jó. Még mehetsz kicsit szűk. Gyorsabban. Nagyon szűk. Figyelj, hogy a jó irányba kell. Figyelj, mert nagyon kell tekerni a kormányt. Jó, ne padlózd meg semmi, csak óvatosan mehetsz. Ez jó lesz. Elmondanád, mit éreztetek? Meleg van. Nagyon meleg van, ezt biztosan érzem. Szerintem a fűtést is fölkapcsoltátok direkt kibaszásból. Silence módba, hogy még jobban megrohadjunk ebbe az igen, olyan, mint a Rolls Royce, hogy nem érzed, de fűt. Hát ez fűt, tesó. Ez fűt. Amúgy nagyon szűken fordult,
azt leszámítva... Nem túlratta az elején. Nem, ott. Hátul, ott egyszer belezavarodtam, és azt leszámítva szerintem egy tök lendületes kör volt. Ja. Oliver ugye itt mondott nektek egy olyat, hogy összejöhet egy 1.15-ös, vagy az alatti kör. Jöhetett volna? Ennél komolyabb plot twist van, mint az életben. Ugyanis ez egy 1.06-os kör volt. Két hibával. De lelöktetek egy Eneos hordót itt az egyik gumiról, valamint hátul is volt egy hiba Dani szerint. Tehát az 1.15 nem jött össze, de az 1.16.06 az összejött. És ja, gratulálok. Ja. Jó, ez szerintem pacek. Tietek az első hely. Figyelj, én azt gondolom, hogy ha nettó időt nézzük, beleszámítva, hogy ugye egy feladatot meg kell csinálni, akkor ez egy ilyen majdnem nagy Norbis idő volt. Jó volt. Tehát dinamikusod. Én egyébként nagyon jónak éreztem, hogy jó elkaptuk a ritmust, ő is ugye a... Igen. Mind a kettőtöknél az érződött, hogy nem lepett meg különösebben a fordított kormány is. Nem tudjuk, hogy ez azért van, mert alapvetően tudtok vezetni, vagy azért van, mert... Ez mindegy. Folyamatosan azt mondtam végig a fejembe, azért szóltam egyszer. Másik irány. Ne szólj hozzám, mert az meddig. Tudod, mint a szőkenőt, ha megzavarod, hogy beszélj, kifúj, és megfullad, mire visszaérünk, hallod? Ilyenek a PC viccek. De akkor ez most... olyan, mint a Monopoly, hogy alkalmas barátságok és párkapcsolatok tönkretételére, vagy közelebb érzitek magatokat egymáshoz a Swift? Szerintem, hogyha az első kanyarban telivágtuk volna a Porsét, még boldogabbak lennénk. Mi is? Még egy. Amúgy az ott veszélyben van. Tényleg? Jó. A gumi mindentől megvéd. Én nagyon élveztem, megmondom őszintén. Srácok, gratulálok. Nagyon szépen köszönjük. Köszönjük, hogy eljöttetek kísérleti nyúlnak. Kedves kolléga, nagyon gratulálok. Nagyon. Bízom benne, hogy megihlettünk titeket, és esetleg valami hülyeséget ti is összedobtok egyszer. Volt, már meséltem neked, hogy volt, tehát nem ilyen, más jellegű, de azt még nem is mondjuk el, hogy mi. Legyen egyszer egy meglepetés. Én azt úgy tudom elképzelni, hogy kooperáció, mert sajnos nincs ilyen fasz a telepünk. Nem. Telep van, csak nem a miénk is. És nem ilyen faszat? És életemben egyszer baszhathattam rajta hivatalosan, amikor a csúcs tulaj csaj hazahozta a gyerekeit Új-Zéland, vagy Ausztrália, vagy nem tudom már, vagy Dél-Afrikából. És akkor neki nagyon tetszett az egyik versenyautó, és baszatnom kellett a telepen. De az egyetlen. Az officially. Keményen kell viselni, mit ránk mér az élet. Igen. Iratkozzatok fel Junglecékre, iratkozzatok fel ránk is, és a jövő héten érkezik egy újabb. Ne ránk, a csatornáinkra. Igen. Szerintem rátok is feliratkozzatok. Nem akarom, hogy fölvarják bárkinek a nevét a testemre. Figyelj, vitézi, mert karácsony után egy hetyő tetoválás szerintem már indokolt. Egy feladatunk van hátra, ugye ez egy szép hagyomány, hogy elárverezzük a géptetőt, és majd ezt is szeretnénk, úgyhogy légy szíves, növeljétek az értékét egy-egy szignóval. Az időt is rá kell írni, nem? Az időt is rá kell írni, természetesen. Elő is veszem a professzionális időmérés, betöltöm az adatokat a fotocellából. Lehet, lehetsz bunkó, meg lehetsz... Nem, én gondoltam, hogy idő, és akkor fölé a két aláírás. Hogy mögé az aláírás, hogy milyen koncepció. Fölé. Fölé majd aláírás. Igen. 1.16, ugye? 1.16.06. 1.16. Hogy van, fölül vagy alul van? Alul. Tudomásom szerint. 06. Az iPhone-on alul van. De jó, te írtad már az ilyen kicsit elolvastam. Ez az enyém, Manx, te jössz. Manx. Nagyon szépen köszönjük. Legyenek ezek bárkik is. Köszönjük szépen az élményt. A legendát ti raktátok hozzá. Önmagában csak egy szignum, de ami hozzátartozik. Mi voltunk, nekünk volt a legnehezebb dolgunk, mert mi voltunk az elsők. Törtétek az utat. Miben változik, és de... Hogy miben? Hát miért nem kérdeztük a Dezsőt, hogy mi van az autóval? De nem mondhatjuk el senkinek, aláírtuk a papírt, hogy nem mondhatjuk. Ja igen, a felelősség, meg a joglemondó, mindent aláírtunk. Ellenkező esetben küldjük a halálosztagot. De tényleg nem mondjuk meg. Passzunk már ki a Gerivel. Tök fasságot. Igen. Jó. Tényleg. Kezdjük ott. Tényleg. A gonosz Swift következő párosa Szalai Isti és Csenki Patrik Anfield.